Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt, értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy egy magánszemély tett feljelentést az ügyben, amit jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgál. A baloldal volt miniszterelnök jelöltje nemrég egy interjúban vallotta be, hogy mozgalma több százmillió forint támogatást kapott Amerikából. Volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta. A Mindenki Magyarországa mozgalom számláját a központi kampány működtetésére használták. Ezt mondta Márki-Zay Péter még májusban a MediaWorks hírcentrumnak. A baloldal volt miniszterelnök jelöltje, akkor tételesen fel is sorolta, hogy mire költöttek. Természetesen ebből voltak jelöltek, akiket támogattunk, voltak kiadványok, amiket támogattunk, gépjárművek, bömbis autók, úgymond, tehát ezek a vagy robokol hívások. Márki-Zay Péter lebuktatta magát, írja a Magyar Nemzet. A lap úgy fogalmaz, kiderült, hogy a baloldal volt miniszterelnök jelöltjének mozgalma finanszírozta a központi kampányt, vagyis a baloldali pártok is kaphattak az Amerikából érkezett pénzekből. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Márki-Zay Péter nemrég egy interjúban vallotta be, hogy mozgalma még júniusban is több 100 millió forintot kapott Amerikából. Ezt feltüntették az elszámolásban, ebből fizették az utolsó számlákat. De a baloldal volt miniszterelnök jelöltje szerint ezzel nincs gond, mert rájuk nem vonatkoznak a párt finanszírozási szabályok. Senki ne gondolja azt, hogy mi pártokat finanszíroztunk, pártként viselkedtünk, és a pártfinanszírozás szabályai vonatkoztak volna ránk. Nem. Nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha külföldről érkező pénzekkel befolyásolták a választási kampányt. Erről Horváth József beszélt a Magyar Nemzetnek. A volt titkosszolgálati vezető szerint előfordulhat, hogy a támogatást elfogadó politikai köröknek fogalmuk sincs arról, hogy kik állnak a jótékony adakozó szervezetek mögött. Ezek pedig, ahogy fogalmazott, lehetnek ellenérdekelt titkosszolgálatok, de még szervezett bűnözői körök is. Lomnici Zoltán alkotmányjogász pedig arra világított rá, hogy a pártörvény értelmében a párt névtelen adományt, valamint külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. 1,86 milliárd forint, jól emlékszem? 2 milliárd forint körüli összegből gazdálkodott a Mindenki Magyarországa mozgalom a kampányban, közölte Márki-Zay Péter, aki többször hangsúlyozta, hálás az amerikai adományozóknak. Természetesen az, hogy Kathy Martin, meg Francis Fukuyama, Wesley Clark, és még sorolhatnám azokat a hírességeket, akik az Action for Democracy-t támogatják, illetve ott működnek, hogy ők érdemesnek, méltatták, vagy méltónak találták a Mindenki Magyarországa mozgalmat a támogatásukra, én ezért csak köszönettel tartozom. Az összes pénz bement egy nagy zsákba, egy számlára, és abból mentek a kifizetések. Márki-Zay lebuktatta a teljes baloldalt. Itt a bizonyíték a tiltott kampányfinanszírozásra. Ezzel a címmel számolt be az ügyről most az Origó. Emlékeztetnek, a hódmezővásárhelyi polgármester ragaszkodik ahhoz az érveléshez, hogy a választás előtt a Mindenki Magyarországa mozgalom nem választási kampányt folytatott. Volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta. Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt, értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy a feljelentés a fővárosi főügyészségre érkezett. Ők a dokumentumot a budapesti rendőrfőkapitányságnak küldték meg, tőlük pedig a Nemzeti Nyomozóirodához kerültek az iratok. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy az ügyben feljelentés kiegészítést rendeltek el.